Azt a pillanatot örökítették meg a filmkockák, amikor Nicolas Schöffer Kronosz 8 című alkotását felállítják szülővárosában Kalocsán. De ki is volt Nicolas Schöffer? Nicolas Schöffer kalocsai születésű, 1912-ben született, 1979-ben Schöffer Miklós Kalocsa városának adományozta jó néhány alkotását. Ez volt a gyűjteménynek az alapja. 2012-től Nicolas Schöffer gyűjtemény néven működik, és a Kalocsa szíve pályázat keretében építették újjá ezt az épületet. Nicolas Schöffer egy nagyon különleges művész. Ő tulajdonképpen a kísérletező, kutató művésznek a prototípusa, úgy mondanám. Tehát ami érdekes az ő művészetében, az ő művészeti munkásságában, hogy több területet tudott összekapcsolni, tehát a tudományt, a művészetet egybe tudta szintetizálni, és a munkásságában felhasználta például a kibernetikának ugye az alapelveit, és a kibernetika atyaként tekintünk rá, és Nicolas Schöffer tulajdonképpen a nagy magyar fényművészek sorában ott található, tehát Mohói Nagy László vagy Kepes György, és az 1940-es évektől Schöffer Miklós munkássága. Az 1960-as évek fontos állomása, vagy fontos alkotása a Prizma. Ez tulajdonképpen egy piramisszerű építmény, aminek a belső tere tükörrel van borítva. Ugye két egyenlőszögű háromszög van egy-egy oldalán, elől ez nyitott, hátul pedig van benne egy vetítővászon, és a vetítővászon mögött van egy szobor. Ez a szobor, ez forog, és meg van világítva. És ugye ahogy ezek a fények rávetülnek erre a vetítővászonra, ezek visszaverődnek ezekben a tükrökben, és így egy többszörös prizmatikus tükröződés jön létre. És hogyha belenézünk, akkor olyan, mintha több száz méterrel tudnánk így eltekinteni, vagy letekinteni a tükrökön keresztül. Schöffer idődinamikus munkái is helyet kaptak a gyűjteményünkben. A Kronosz szobrait láthatjuk, illetve láthattuk mozgás közben, aminek ugye az a jellegzetessége, hogy ezek egy forgó alapon vannak, és elektromosság, elektronikusan működnek ezek a szobrok. Ugyanis Schöffer azt mondta, hogy a mozgás, a szín, a hang, a fény, a villamosmotorok, illetve a kibernetika, az a művészet számára egy új készlettárat jelentenek. Ezek műszaki készlettárak, de mégis egy lehetőség arra, hogy ugye a művész kísérletezzen ezekkel. Ez itt látható makett, ez a Tour Lumière Cybernetique, ez a párizsi kibernetikus torony. Párizsban épült volna ez a kibernetikus torony. Schöffer számára nagyon fontos volt a várostervezés, és ugye a szobroknak a létét ugye a városi környezetben látta, és ezeket a kibernetikus tornyait is egy forgalmas csomópontokra tervezte. Ezeknek a tornyoknak az a jellegzetesség, hogy a kibernetika elvét használják, a kibernetika elvén működnek, mégpedig egy homeosztatikus folyamat keretében ugye a környezetnek a jeleit befogadják, mégpedig a rajtuk lévő különböző mikrofonok, kamerák, fotocellák befogadják a környezet jeleit, és ezek a jelek egy programozott agyba kerülnek, egy számítógépbe, és itt előreírt programok alapján a válaszok visszamennek a környezetbe. Tehát ez úgy viselkednek ezek a kibernetikus tornyok, mint hogyha tulajdonképpen egy élő lény lenne, ami szimbiózisban él a környezetével. Tehát például, hogyha a forgalom zaja erősödik, akkor ezek a tornyon lévő fények is erősebbek lesznek, vagy a forgó elemek is gyorsabban kezdenek el forogni. A Schöffer hagyaték most különleges elemekkel bővült.
Az úr San Franciscóban él a felajánló, Bogart úr, aki tudta, hogy hol van a magyar konzulátusnak ott a székháza. Összehoztuk a ottani diplomatánkat Bogart úrral, személyes találkozóval átvették ezt az anyagot, rögzítették a tételeket és minden, amit fontosnak találtak egy kis leltár formájában. Majd pedig San Franciscóból Los Angelesbe kellett átvinni, ahonnan a közvetlen futár, diplomáciai futár hozta be Magyarországra, külügyminisztériumba, és én onnan vettem át az egyik szolgálatot teljesítő futártól ezt az anyagot, majd pedig hoztam ide nagy szeretettel a gyűjteménykezelőinek. Mint Kalocsa szülöttje, nekünk ez rendkívül fontos, hogy a világban föllelhető, egyáltalán létező, Nicolas Schoefferről létező közvetlen hagyaték, amiben kéziratok, rajzok, könyvek, elmélkedések, hang és képanyagok találhatók, ez most ezen a felajánláson keresztül ide érkezett. De mondom, ez kalocsiaknak rendkívül fontos, mint a város szülöttjének, de állítom, hogy ez a magyar országnak, magyar művészetnek, és egyáltalán akik a magyar műveket próbálják megmutatni a látogatóknak, akkor az egész Magyarország, a magyar nemzet számára ez egy fontos, apró lépés volt.